És már itt van velünk Gereben Zita, hihetetlen a hangod, gyönyörű, szép, és ezt egyébként jól ismerik a nézők, hiszen te egész kicsi korod óta énekelsz. Ugye Emil Rulez, Geszti Péter, ezek voltak a nagy állomások, de nem olyan régen önálló, szóló karrierbe kezdtél. Szeretettel köszöntünk, nagyon jó, hogy itt vagy velünk. És köszönöm, hogy itt lehetek. Bizony sok minden történt velem az elmúlt években. Az Emil Rulez, ezt említetted, ott kezdtem igazából énekelni én. De szerettem, és látod, azt nem tudtam, hogy te vagy ott a háttérben, pedig most már így máshogy hallgatnám, hogyha már ezt... Hajós András mellett, igen, így van. Az egy jó 5 éves zenekari közös működésünk volt, és emellett a Gringo Star zenekar is volt 2011-ben, de akkor én már a saját zenekarommal is elkezdtem zenélni, 2008-ban alapítottam a Gereben Zita zenekart, és hát azóta most már jó több éve, hogy együtt dolgozunk az egész zenekarommal, ami egy 5 tagú zenekar egyébként. De te gyerekkorod óta készülsz erre a pályára, ugye? Bizony. Családban vannak zenészek, egyértelmű volt, hogy te ezt abszolút, a pályát választod? Abszolút, egyébként van, egyértelműen édesapámtól ered a zene szeretete, és egyébként az egész családot ez az egész zene összekötött. Ugyanis a másik 2 testvérem is zenél így vagy úgy. Ők mit csinálnak? Zongorázott az ikertestvérem, van egy ikertestvérem. Tényleg? Így van. És, egypetéjű? Kétpetéjűek vagyunk, kétpetéjűek, tehát csak úgy hasonlítunk, mint két sima testvér. Ő például zongorázott, a nővérem harsonázott, szintén zongorázni is tanult, tehát mindenkinek nagyon fontos volt a zene az életében, de én lettem az 3 közül, aki ezt tovább vittem. De azt hogy tudtad egyébként, hogy mikor dőlt az el, hogy nem, tehát nem zenész leszel, hanem inkább énekesi pályára lépsz, és hogy hol kezdtél énekelgetni úgy, hogy arra már fölfigyeltek? Hangszerekkel kezdtem, tehát, mert ugye az ének is egy hangszer, akárhogy is vesszük, sőt egy nagyon érzékeny hangszer, de én hegedűvel és brácsával kezdtem annak idején, tehát klasszikus műfajon belül, aminek egyébként a mai napig nagyon sok hasznát látom, és nagyon sokat tanultam, mint zeneelméleti téren is, és hát onnan indult el nekem a zeneszerzés is igazából, nagyon sok mindent elméleti szinten megtanultam, és benne voltam minden ilyen zenei dologban. De az ének az a Magyar Rádió gyerekkorusából indult, nagyon-nagyon szerettünk oda, pont a testvéremmel jártunk egy 3 évet, ott tölthettünk, és hát fantasztikus koncerteken vehettünk részt. Hát ők rengeteg helyre mentek. Igen, az nagyon... abban az időben, de én úgy tudom, hogy azért most is nyilván sok külföldi fellépésük is van. És hát fantasztikus volt, mert nagyon megtanultam, belecsöppentem rögtön egy közös munkába, egy folyamatba. Azt gondolom, hogy az például a zenében nagyon-nagyon fontos, hogy közösen alkotunk valamit, és utána egy gyönyörű végeredmény lesz. És ez a saját zenekaromban is így van, és nagyon boldog vagyok emiatt. Viszont akkor én még kicsi voltam, hát 13-14 éves, és ugye az énekléssel 18 éves kortól érdemes, illetve kell is elkezdeni komolyabban foglalkozni, hiszen előtte még változik ugye a hangszalagunk is. Úgyhogy 18 voltam, amikor ténylegesen könnyűzenei utakra tévedtem. Mi az, amivel meghatároznád a mai műfajt? Amit most csinálok és képviselek, abszolút popzenének szeretném mondani, és azt is, annak is határolom be. Bár már a második lemezem is, az Our Places lemezem is a pop fele kacsingatott, ez a 3. lemez az Az Én Fesztiválom című albumom, az egyértelműen pop lemez lett, nagyon sok stílust kevertem ezen a lemezen, nagyon-nagyon szeretem a különböző irányzatokat, és ugyanakkor viszont egységében szeretem nézni a zenét, tehát azt gondolom, hogy ha van egy rockos dal, utána egy fánkisabb, vagy egy soulzene, R&B, az mégis lehetséges, és egyébként egy minőségi popzenét kaphatunk ezáltal. Én nekem ez a kísérletezés, ez mindig is nagyon fontos volt az életemben, és most a 3. lemezemnél azt hiszem, hogy ez nagyon jól összpontosult. És nagyon jó, hogy itt vagy, mert még fogjuk hallani a hangodat, még a végén fogsz nekünk énekelni a műsor végén, ugye? Mi lesz majd, amit énekelni fogsz? Az első dal, ami elhangzott, az a Tengeres című szerzeményünk volt. Egyébként a zongorista, aki velem ma eljött, ő az én zenekarom zongoristája is, Horváth Olyás Gáborral közösen írtuk a dalt, és Hajós András írta annak a szövegét. És az a dal, ami meg még fel fog csándulni, az pedig a Blabla címre hallgat. Ez egy nagyon jó pofa vicces dal lesz, és a szerzők szintén ugyanez a 3-as. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük! Én is köszönöm szépen!